Husti Gábor épp a kertjébe telepített jégkármérséklőrendszerhez vezeti stábunkat. A bátaszéki generátort 3 éve üzemelteti a férfi. Minden riasztás alkalmával össze kell szerelni a készüléket, ezt mutatja most meg nekünk a kezelő. Először a lefixált talphoz csatlakoztatja a kéményt. Ebben van a fúvóka, amit a kémény talpára csatlakoztatunk. Ezután felhelyezi a védőburkolatot, majd a légtartályt összeköti az üzemanyag tartállyal, ami az aceton ezüstjodid keveréket tartalmazza, és kinyitja ezeket. Ez nyugdíjasoknak való csak, mert elég sok elfoglaltságot ad, főleg olyan időpontban, amikor beriasztanak bennünket, akkor ha éjjel 2 óra van, akkor éjszaka 2 órakor kell jönni és bekapcsolni, és hát működtetni. Az első évben ott sűrűbben volt, ott volt olyan nap, hogy 2-szer is el kellett indítani a délelőtti órákba, meg 1-szer este is. Tavaly egy kicsit lazább volt, hogy így fejezzem ki magam, nem kellett olyan sűrűn, volt olyan hónap, hogy nem kellett elindítani. A riasztást úgy szoktuk kapni, hogy mielőtt ide érkezik a vihar, előtte 2 órát. Tehát akkor van ideje ennek az égés terméknek föl a légtérbe eloszlani, és akkor, ha megkapjuk a riasztást, akkor 20 percen belül el kell indítani. És akkor mindaddig kell ezt üzemeltetni, amíg nem kapjuk a következőt, hogy a égeső veszély elmúlt, kérjük kapcsolja ki előtt. Egy ilyen 30 literes üzemanyag tartállyal körülbelül 20-22 órán keresztül tud folyamatosan működni a generátor. A férfi azt mondja, 15 kilométeres hatósugara van a szerkezetnek, és az élővilágra egyáltalán nem ártalmas. Ezen az ábrán pedig azt is láthatjuk, milyen hatásos a szerkezet. 2020-ban minimális jégeső sújtotta terület volt csak Tolna megyében. A mezőgazdasági térségek mindössze 0,4%-át érte jégkár. Európában, Magyarországon van országos lefedettségű jégeső elhárító rendszer, amit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működtet 2018 évtől, és ez a nemzeti kárenyhítési alap forrásaiból van finanszírozva. Magyarországon talajgenerátoros jégeső elhárítás működik, országosan 986 generátor üzemel, amiből 37 darab van Tolna megyében. Természetesen nem csak a mezőgazdasági területeket védi a rendszer, hanem az egyéb lakossági ingóságokat és ingatlanokat is. Tolna megyében és országosan is 2021-ben április 15-ével kezdődött meg a védekezési szezon, és szeptember végéig, szeptember 30-áig fog tartani. Bízunk benne, hogy az idei év is hasonló lesz, mint a 2020-as év volt, ugyanis az előző évekhez viszonyítva egy nagyon nyugodt évet zártunk, hál' Istennek nagyon kevés jégeső volt, Tolna megyében összesen 74 hektáron jelentettek a mezőgazdasági termelők jégkárt, és ez az elmúlt 10 év legalacsonyabb értéke. A talajgenerátoros jégeső elhárítás az preventív, tehát megelőző módon működik. A generátorok acetonos ezüstjoditot égetnek el, ami tulajdonképpen sem a természetre, sem az emberi egészségre egyáltalában nem ártalmas. A hatására viszont sok apró jégszemcse keletkezik a felhőben, és ideális esetben, mire ezek földet érnek, már el is olvadnak, és kárt azt nem okoznak. A 2020-as védekezési szezonban a Tolna megyei generátorokat 59 alkalommal kapcsolták be, átlagosan 35 órát üzemeltek. A legsűrűbb időszak általában a június, 2020 ezen hónapjában több mint 1300 órát üzemeltek a jégkármérséklő rendszerek.